Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek, a Samsung Magyarországnak és a Samsung Univerzum a videósorozatban is fontos a Galaxy A-széria, hisz nem mindenki keres csúcstelefont, viszont ebben a szériában is van választék. A Samsungnál idén megváltozott ez a termékcsalád, vagyis kicsit átalakult, egybevonták a korábban a belépő szintet képviselő J-szériával, és a telefonok neve most már kettő számjegyből áll. Egy kivétellel mindegyikről van már részletes tesztem, de így egymás mellett még nem voltak nálam, szóval nézzük meg, hasonlítsuk össze őket, hogy melyik mit tud, és hogy kinek melyiket érdemes választania, ha a szérián belül gondolkodik. Még mielőtt belevágnánk, nagyon fontos információ, hogy a készülékek árait én a videó elkészülésének pillanatához viszonyítom, illetve ezek független piaci árak, hivatalos viszonteladói kínálatból, és ami a legfontosabb, hogy 2 év gyártói garanciával. Sufnigiesemből és árukeresőről biztosan olcsóbban megkapod a cuccot, de ha fontos neked a jótállás, akkor vedd meg hivatalos viszonteladótól. A másik fontos dolog pedig, hogy ebben a videóban csak a hazánkban jelenleg hivatalosan forgalomban lévő idei Galaxy A mobilokat veszem figyelembe, tehát a GSM boltos mobilok itt most nem játszanak. Most, hogy ezt tisztáztuk, vágjunk is bele. Abban szerintem megegyezhetünk, hogy egy kivétellel az idei Galaxy A-széria mobiljai dizájnban megegyeznek, itt-ott kisebbek a kávák, szögletes helyett lekerekített kamera dudor van, illetve anyaghasználatban, kamerák számában különbözhetnek, de a kamerák ugyanazon az oldalon vannak, illetve az előlapon is mindegyiknél vízcsepp notch-os, vagyis Infinity U kijelzővel találkozunk. A sorból egyedül a Galaxy A80 lóg ki, ő egy különc itt a csapatban. Kezdjük a belépő szintű modellel, a 42.000 forintos Galaxy A10-zel. Az azért egyértelműen látszik, hogy a belépő szintet képviseli ez a mobil a Samsungnál, műanyag készülékház, mindkét oldalon egy-egy kamera, micro USB port és HD felbontású IPS kijelző jellemzi. Szoftveres fronton ez a mobil is megkapta a legtöbb funkciót, amit a drágább készülékekben is megtalálunk, de a legfontosabb hiányosság az új lenyomatolvasó, ami 2019-ben minden telefonnál alapnak kellene lennie. Épp ezért 50.000 forint alatt sokkal jobb szívvel ajánlom a Galaxy A20-et, aminél a legtöbb hiányosság pótlásra került, és 49.000 forintért már meg lehet venni. Noha ugyanazt az Exynos 7884-es processzort kapta, mint az A10, viszont 2 helyett 3 GB RAM áll rendelkezésre, ami sokat számít, illetve itt már megkapta a felhasználó az USB Type-C portot, vele a 15 wattos gyors töltést, és nem mellesleg a hátlapi új lenyomatolvasót. A Galaxy A20-e kompaktabb is, viszont az látható, hogy kijelzőben eltér a többiektől, leginkább a színeken és a betekintési szögeken látszik, hogy nem AMOLED, hanem PLS TFT kijelzője van, de ahogy mondtam a tesztben is, enélkül is korrekt készülék, én a palettában ezt tekintem belépő szintű mobilnak. A következő már egy lényeges ugrás, a Galaxy A40 nagyon sok mindenben hasonlít az A20 ehhez, viszont teljesítményben és kijelzőben lényeges a különbség. A 65.000 forintos Galaxy A40 ugyanis megkapta a gyönyörű Super AMOLED kijelzőt, az alsókáva is moderáltabb, valamint itt már a megszokott sandwich design kapjuk, tehát a keret külön van a hátlaptól, viszont ez még itt sem üveg. Az átlagfelhasználónak, aki kompakt méretűt keres, jó szívvel ajánlom ezt a telefont. Egyedül talán az üzemidő az, amiben kell egy kis kompromisszumot kötni, a 3100 mAh-s akkuval nem bírja olyan jól, mint a következő modell, a 4000 mAh-s Galaxy A50. Az A50 jelenleg 85.000 forintba kerül, és kétségkívül az egyik legnépszerűbb modell az idei A-szériában. Ennek leginkább két oka van, az egyik a már említett méretes akku, ami eddig ritkaság volt a Samsungnál, a másik pedig a kijelzőbe integrált optikai újlenyomatolvasó. Ezt elég sok kritika érte a tesztemben is, azonban azóta sok frissítést kapott a telefon, és a szenzor most már látványosan gyorsabb és pontosabb, szóval ilyen szempontból is az ajánlott kategóriába tartozik nálam. Ha ugrunk még egyet, akkor megint csak 20.000 forinttal többért 105.000 forintos áron kapható a Galaxy A70. Népszerűségben vetekszik az A50-nel, tud ugyanis mindent, mint a kistestvér, de ez már erősebb Snapdragon 675-ös processzort kapott, valamint méretileg is nagyobb, már tepsi méret, de ez sokaknak bejön. Az A70 már 4500 mAh-s akut kapott, 25 wattos gyorsöltést támogat, tehát igazából minden megvan benne,
ami egy átlag felhasználónak kellhet, de természetesen jobb, mint az A40 vagy az A50, amelyeket szintén így jellemeztem. Vannak azért szintek. Végül, de nem utolsó sorban, itt a kakukk tojás, a Galaxy A80. A Samsung Anilla mobilnál a New Infinity panelt vetette be, vagyis nincsen előlapi kamera, szelfizni a hátlapi kamera átfordulásával tudunk, noha maga a funkció vagány, sok kérdést van maga után, és a vagányság itt ütközik a hasznossággal. Tény, hogy így marha jó szelfiket lehet készíteni, viszont arcfelismerésre ez a rendszer nem alkalmas, illetve kezdetben nagyon-nagyon drágán adta a telefont a Samsung, amin nagy örömünkre változtattak. Noha még most is vannak azért kétségek, de a 159 ezer forintos ár már is jobban hangzik, mint a 230 ezer forint, amennyiért ugye debütált. Mindenképpen egyedi termékről van szó, de vannak kompromisszumok, amelyekből már említettem párat. Ezen felül a jack csatlakozót is mellőzték, és a hangerőszabályzó olyan furcsa helyen van, hogy asztalon kikapcsolás helyett sokszor sikerült képernyőképet csinálni. Hogy nagyjából teljesítményben el tudjátok helyezni őket, lefuttattam mindegyiken egy Antutut, így láthatjátok mindegyiknek az aktuális pontszámát. Vannak olyan modellek, amiben ugyanaz a processzor van, de ezeknél a RAM mennyisége általában eltér, ez pedig meg is látszik az eredményen, és érezhető a mindennapokban is. A kamerákat direkt nem említettem eddig, ugyanis erre most kerítenék sort. A felhozatalban nem csak a minőség, hanem a kamerák száma is eltér, például a Galaxy A10 és az A20e főkamerája ugyanaz, de az A20e kapott egy széles látószögű kamerát, amit megkapott az A40 is, de itt a főkamera a jobb, az A50-től már tripla rendszert kapunk, az A80-nál pedig 48 megapixeles a főkamera. Mindegyik mobillal készítettem egy-egy ugyanolyan fotót, ahol van széles látószögű kamera, ott azzal is, így láthatjátok a minőségbeli különbséget az egyes mobilok között. Nem kezdem el boncolgatni őket, megtaláljátok a képeket egy Google Drive-os linken a videó leírásában, teljes felbontásban, hogyha esetleg közelebbről is megnéznétek a fotókat. Valami azért hiányzik innen, ugye szeptember elején debütált a Galaxy A95G, ami a tervek szerint hazánkban is kapható lesz. Az a mondás, hogy ha idén jön az 5G, akkor a telefon is, de ha csak jövőre jön az 5G, akkor jövőre érkezik a mobil is, és valószínűleg vele a készülék tesztje is. Összegezve tehát, jelenleg hazánkban ez a 6 Galaxy A mobil kapható, a 4 középsőt én bátran merem ajánlani, belépő modellnek az A20-e tökéletes, de az A40-et sokkal jobban ajánlom, persze, hogyha belefér a keretbe, illetve attól függően, hogy mennyi pénzt szeretnél mobilra költeni, vannak nagyobb akkumulátoros, nagyobb méretű, jobb teljesítményű megoldások is a szérián belül. Remélem, hogy tudtam segíteni a döntésben, hogyha ezek között a mobilok között vacilálsz. Köszönöm, ha megnéztétek a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!